Üdvözlök mindenkit, a mai nap folyamán folytatni fogjuk a Farming Simulátort, én AB Kenz vagyok. Az előtti részben ugye levágtuk a búzát, elszórtuk a szerves trágyát a földön, most szeretnénk majd még meszet szórni rá, utána meg majd beszántjuk decemberbe, addig meg vállalunk bérmunkákat, akkor vágjunk is bele, bekapcsoljuk itt ezeket a módokat, ugye. Raktam bele egy pár módot, és töltöttem le. Nézzük is meg akkor, hogy hogy állunk. Zielonk a mappon játszunk, ugye? Az előtti részben, azt már megvitattuk. Ki kíváncsi rá, az nyugodtan nézze meg. Töltődünk, még a valahára betöltődne. És akkor indítsuk is el. Itt vannak a gépeink. Most azon gondolkozok, hogy szórjam le a meszet erre a földre. Ugye elvileg mész hiányban szenved. Az a növeket talaj összeszététel. Na persze mind a kettőre kéne meszet szórni. De akkor béreljünk ki egy mész szórót. És pattanunk a Challengerbe. Nem tudom, hogy lehet-e vásárolni. Azt mondja, hogy csinálhat nem itt. Hanem itt. Ugye építkezés. Biogáz, üzem, ezek nem azok. Lehet itt a... mi ez? Kerítés. Nincsen itt nekünk olyan, hogy... Steri mob. Fűrészalom, cukorfinomító. Fonó üzem. Jó, hát ugye nincsen. Akkor menjünk, és akkor kibérelünk egy mészszórót. Utána elmegyünk és veszünk ugye meszet, hogy leszórjuk a földre. Utána vállalunk el munkákat. Én legalább hallom a saját hangomat. Azt mondja P. És akkor van itt, azt mondja, hogy... Hát töltő kocsi. Magtartály. Lehet, hogy túl is mentem már rajta. Itt van amúgy a Kerher. Na majd megvesszük. Na most szeretnék kibérelni egy ilyen vetés, talajművelés, pótkocsik, rakodók. Bednár, elvileg, ezt keresem. És akkor
legyen bővítve. Ott férjen vele rendesen. Ilyen terítőben azt mondja, hogy 6 méteres. Tudom, hogy mennyi? Hány méterig? Aha, még a 18 méterre szór. Elég nekünk a 12 méter, úgyis csak béreljük. És akkor kibéreltem. Igen, megkeresem a Mace-nek a lelőhelyét, a Mace gyárat. És akkor szól, opá, szólunk bele. Térkép. Végség, itt van valahol, Mace állomás, és akkor őt megjelöljük. És akkor megyünk is szépen. Jó, retkes a traktor, hát ugye dolgoztam vele. Nem jön semmi, akkor mehetünk. Jaj, a gyalogosokat el ne üssük. Ott lesz az is. Bocsánat. Jobbra fordulunk. Oké, és akkor... De hogy meg fog majd lapulni a kerék? Majd megmutatom. Ha megtöltjük. Na, mit is az ennek? Ah, jó, az N betűvel kell felnyitni a tetejét. Elvileg ezzel lehet szórni műtrágyát is. Lehet akkor majd egy ilyet veszünk. Na, majd látjuk. Ha lesz már úgy több pénzünk, itt be tudok menni. Be tudnék szerintem. De lehet, hogy itt jel arré fogok lefordulni. Méghozzá itt. És meg is érkeztünk, hát megpróbálok egy kicsit nagyobb bívbe fordulni, hogy ne akadjunk be a kerítésbe. Felnyitni a tetejét. És ugye az R betű, itt lehet még amúgy, Tiller műtrágya. Meszet fogunk tölteni. Most tudom, már 3000 liter van benne. Jó, főre be jó van. Nem lesz vele gond. Akkor leszorjuk a másikat is. A másik földünket. Jó. Arrébb állunk. Tetejét lehajtjuk. Meg tudok ott fordulni? Hát biztos meg tudok szerintem. Ezek most a... Oppá! Addig nézelek, hogy nekem megyek itt a falnak. Meg van lapulva a kereke. Tele van Mace-szel. Hát 14 ezer liter ráfért, ugye ezzel a magasítással. Nem tudom, hogy a kicsibe mennyi fért volna. De nem baj. Így tökéletes nekünk. És akkor szépen megyünk vissza, kiszórjuk a meszet. És majd utána, hogy augusztus van, elkezdünk vállalni bérmunkákat, megnézzük a piacon, hogy mik elérhetőek, hogy milyenek. Igyekszek bemutatni olyanokat, ami mondjuk a 22-ben nem volt, hogy nézzétek meg, hogy milyen, esetleg aki kedvet kapna hozzá, hogy megvásárolja. De szerintem elég korrekt amúgy, jól meg van csinálva, hát nem fullos grafikán futtatom, de meg így is nagyon jól megcsinálták. Tényleg azt lehet mondani. Meg ugye az időjárási úgymond viszontagságokban van benne jégeső. Vannak benne tornádók elvileg. Mondjuk még, hát nem hiszem itt lett tornádó. Inkább az amerikai, vagy nem tudom melyik részben az az első pálya.
majd balra kell menni. De jégesőre lehet számítani. Meg ugye itt az ilyen kisokosba is mondta, hogy ha nedvesen a terményt nedvesen vágom be, hogy aratom le, akkor sokkal kevesebbet fog érni, gondolom, ugye hát ki akar nedves takarmányt venni, vagy nedves gabonát. Úgyhogy erre is figyelni kell. Ugye ez itt a bolt, innen lehet vásárolni gépeket, meg kölcsönözni. Mert akkor nem itt jövök be a tanyánál, hanem ide jövök. És akkor el is kezdjük szólni a meszet. Itt megállunk. Így mi. Aha, nem is kell kihajtani semmit. Már szórjuk is kifele. Már ki is hagytuk a szélét. Na. Ez a maradék ott van, akkor fogom azt is a szélét, kit leszórom. De össze-vissza megyek, te jó Isten. Nem baj, ott hagytuk. Az is lesz még ebbe elegendő, majd akkor átnézem. Hogy mindenhova jusson belőle. Meg kell a talajna. A szomszéd ez már leszórta. Szerintem ez be is szántotta. Jó. Akkor megcsinálom körbe. Így. Menjél már. Na nézed, meg megállt. Meg kiszórtuk, hát mondjuk van ott egy másik földünk, mondjuk az már fel van szántva. De arra is akkor kiszórjuk, mert ugye kell neki mész, ugye mutatja. Növekedés, talaj összetétel. Itt ez a türkiz színű. Emberekkel vigyázunk. Jól itt hagytam. Fene egye meg. Mindig ugye az N betűt nyom a B betű helyett. Itt fel akar nyitni a hátsó részt. A ponyvát.
Van vagy három sor, de már most 71%-ra lement a tartályok mennyisége. Hát a bőven elég lesz, szerintem még fog is maradni. Igazán nem tudom, mit fog kezdeni. Egyáltalán ki lehet ebből pakolni. Szórjuk a meszet. Látszik. Jó, meg van azért csinálva. Itt van 4%. Nem csak egy sorunk maradt, gyorsan meg beszórjuk, utána átmegyünk a másikra. Rá nem mennék már a lábára, mert igen, kiugrik a szeme. Milyen nehéz ez. És nem is értettem, hogy miért kerültem itt be. Ó, semmi baj. És akkor elkezdjük szólni erre is. A message-két. Ki is hagytam a szélét a fenébe. Nem baj. Ez itt is azért megfoglossa itt a luszántás. Látszik rajta. A döcög a traktor. Hogy beleragad a kerékbe a sár? Komoly. Jól megcsinálták. Szerintem elég is lesz erre a földre, és meg lehet, hogy marad is valamennyi, ha ki nem fogy. Hát reméljük nem fogy, mert valahogy nincsen kedvem még egy kört menni azért, hogy meszet vételezzek magamhoz. Még lehet azt kéne majd egyszer, hogy egy csomó meszet elhozni, és ide lerakni egy kupacba. Tapiszkoltam itt a szántást. Reméljük nem lesz probléma vele. Megcsináljuk ugye először a forgót, és akkor utána nyugodtabban tudunk majd fordulni. És bekapcsolom a Bredál. Jó. Itt van egy pici kerész, ezt megpróbálom leszórni. Ez már úgy maradt. Nem baj.
augusztust, 3 óra 16 perc van. 95 ezer eurónk van, ugye 105-tel indultunk. De vettünk meszet is, meg béreltünk egy ilyen mély szólót. Ezt kéne majd, hogy jó időben eladni a terményt. Elvileg januárban lesz nagyon jó az ára. Jó. Meg elvileg 3 vagy 4 kör, majd meglátjuk, hogy mennyi jön ki belőle. 36%-on van. De 16-tal milyen szépen el szórogatjuk itt. Kis lengyel rendszám. Még nincs csak egy FS, azt hittem, hogy PL, mint Lengyelországnak a rendszáma. Na oké, hagytam azt a csíkot. Megint nem figyelek, és kihagyom. Nem baj, majd a végén, hogyha marad még egy kis mész, akkor leszórogatom. És utolsó kör, 27% maradt benne, akkor megpróbálom majd kicsit megszórogatni, meg megnézni, hol kimaradt. Még mindig 23%. Ez is megvan, meg ott a szélén maradt elvileg. Látszik, itt 18-nál többen nem nagyon tudunk menni ezen a szántáson. Érdekes, hogy a keréknyomot ezt ugye ugyanúgy utána elvileg lesz, nem szórja le, az ott maradt. És akkor itt a BL-et, ez a Bredált, akkor ezt szépen visszatérítjük. Oké, és akkor most lerakom a traktort, meg először is veszek egy sterimobot, és akkor ezt lehelyezzük valahova, hogy megmossuk a gépeket. Kicsit retkes már. Senki nem jön, úgyhogy mehetünk. Így. P betű. És itt van legalól. Gerher.
akkor megvásárolom. Mondom, ide kell toljam. Meg is nézem akkor. Ott van mi. Na, hát akkor tolhatom elfele, nem baj. Meg jó, hogy nem 20 kilométerre van a tonya. Tolhatnám keresztül a városon. Találunk neki egy helyet. Mondjuk hál' Istennek jó már. Ó, jön a kamion. Elnézsél már. Na, felmegy? Jó van, fasza. Ez is hogy meghagyja a nyomot ugye a földön. Mindenem, mert keresünk neki egy helyet, ugye, hogy ne legyen kint a szabadba. Nem tudom, ide belőle betesszük valahova. És akkor lehet már lemossuk egy úttal a többit is. Így néz ki, belőről. De hol van a lábam, meg a kezem? Na nem baj. Azért mindenre ugye nem gondoltak. Meg egy R betűt. És akkor szépen lemossuk a traktorunkat. Ó, már csak úgy ragyog. Oké. Okay. De nem ebbe akarok beszállni, hanem a traktorba. De ezt akkor ide félreteszem. Most egy kicsit. Így. Jönk. Ide tolom a kettő közé, akkor nem kell tologassam. Tökéletes lesz. Megmossuk a John Deere-t, mondjuk az annyira nem koszos. Inkább ilyen szállítás végzett. Ugye a gabonát azzal vittek, hogy nem koszolódott annyira, mint a másik. És akkor a kombány, hát elég retkes ez is. De hát amivel dolgozunk, az ugye koszolódik. Meg most sok, nem tudom meddig érem a madzag. Ugye cső. Aha. Jó, nem baj, ingyen le tudjuk mosni a vágóasztalt is. Tökéletes. Akkor vigyük el is innen. Nem tudom, hova kéne tegyem. Miért elrakom így? Oké, és... Na nézzük meg, hogy mi a helyzet a bérmunka piacon. Aratás, nézzük. Csináljuk ezt, csináljuk az 56, és akkor tárgyak kölcsönzése, mert ugye kell minden. Class Evion. Elvesszük vágóasztal. Most jó megszívatottam hogy a játék, de szerintem nem erről kell rátenni, hanem a másik oldalról, de a traktortól nem férünk el. Úgyhogy aljébb kell álljunk. Így. Már ne csak picit kintebb állok, hát remélem nem jön semmi. Itt jó lesz. Jól fordul, ezt kell, hogy mondjam. Elég jó a fordulása. Kicsit visszaállok. Na. Így. És
szépen magának ugye felrakja. Kapcsolunk egy ilyen villogót. Jó, és akkor melyikre kell menjünk a 68-as termőföld. De nem. 56-ost kell. Jól van. Mert összene zavarna már. Térkép. 53. Hol vagy? Ja, itt vagy lent. Akkor balra megyünk. Köszönjük szépen. Meg szerencse, hogy rajta van ez a pótkocsi amúgy, mert nem nagyon félnénk el az úton. Jól van. Még menni kell. Menjünk itt le. Ja, menjél már. Ó, visszavesszük az indexe. Gyalogos lehetőleg ne üssük el. Megyünk kifele. Mondjuk azt sem tudom, mit kell aratni. Majd kiderül. Lehet búzát. Akkor ezt kell. De leteszem. Tökéletes. Ezt lekapcsolom. Lerakjuk a pótkocsit, és már vesszük felfele szépen a vágóasztalt. Sajnálom, hogy ebben nincsenek ilyen animálások. Úgyhogy most leszállok, felkapcsolom ugye a pótkocsit. Felkapcsolom a vágóasztalt. Na hát, ha majd a modderek már ugye megoldják ezt a problémát. De szóval így maradt. És akkor csinálok egy olyat. Kinyitjuk a tetejét. Na nem ennyi. Igen. És akkor segédvonalak, munkairány. Nem. Így jó lesz. Ezt, hogy nem található terület volna. Na most már igen. Na és akkor GPS-szel szépen vágjuk a repcét. Jó későn vágják. Itt az oldal kasza. Hogy elvágja, amilyen bokrokból áll. Cibálná, mint kutya a pacalt. Azért nem találja itt, szerintem ma itt már megszakad. Jó. Jó, ez az Evion is, meg én nem nagyon hallottam még róla. De jó kis kombány.
Jól is néz ki. Mondom, egy ilyen kisebb család ennek a klassz kombányoknak. Mint a Tucano, vagy nem tudom. Na, tudok tolatni? Megyek neki a fának. De. Hoppá. De én megvágom itt, így. Felemeljük. Csináljuk meg itt is a... Csináljuk meg, legyen fene. Forgót, úgyis ezt mutatja legelsőnek. Tökéletes. De mennyivel jobb ez a GPS, ugye nem kell figyelni, hogy hogy megy a gép. Csak elindítom, és akkor ő követi szépen a vonalat. Hatalmas segítség amúgy. De ugye be lehet állítani, hogy hogy csinálja, ugye milyen fogba, stb. Milyen forgókat hagyjon. Vágjunk meg egy forgót itt, vagy lehet akkor, hogy oda-vissza fogok menni. Háttérben valami madár repked. Tapossunk már le mindent. Egy százalékba kész van. Jó. Fordulás. Csak a tökéletesen követi a vonalat magától. Mik vannak? Kréma, ugye lámpák. Van ott fent egy bluetoothos rádiónk. Miért kapcsoltam ki? A kis hülye vagyok. Oda se figyelek. Csináljuk azt, hogy akkor ne oda visszamenjünk. Megfelezem ezt a kis pici földet. Milyen kis háromszög alakú, vagy hát ilyen... Nem is tudom milyen alakzat. Érdekes.
És akkor ide jövünk. Szórja ki fele a szalmát. Összedarabolva. Nem sok van már hátra, már több mint a felét levágtuk. De ugye a százalékban meg azt is beleszámolja, hogy... még ugye el kell vinni, de nem messzire. El kell vinni. Hoppá, ezt jól itt hagytuk, nem baj, felszedem. Nem mondják azt, hogy hanyag munkát végzek. És akkor szépen, ott lesz még vagy két sor, de vagy, hát nem is tudom. Egy kis picike. Össze-vissza mutatja már, hogy a GPS, lehet nem is fogom használni. Megemeljük. Csapok egy kört, és akkor itt megyek vissza. Hogy mindig a B betűt nyomom meg a V helyett, hát hihetetlen. Vagy fordítva. Felemeljük. Nagyon picike van. Max két fordulás. Csak ennyi van. Ha ügyes vagyok, akkor ezt egy sorral levágom. Jó, faszon levágja, az egy kanyarra. És miért lesúlt le? Lehet megnyomtam a tempomatot, és kikapcsolta. Azért 10-zel tudunk menni a repcébe, ez elég jó. A 66 üzemóra van ebbe. Jó. Kapcsoljuk ki, ezt kinyitom. Felvesszük a pótkocsit. A Rudolf, by Rudolf pótkocsi. Meg egy Krasz Arion 470-es. És akkor ugye... eljövünk. Nézzük, mennyit bír ez a kis gép. Hogy fasza, ilyen 42-vel tudunk menni 1700-as fordulaton. Ugye, és nem tudom, ez a D6, szerintem, hogy 6. sebességben van. Nem tudom. óra 17 perc van. Éj, baszki, hát komolyan mondom. Szeretem ezt a mesterséges intelligenciát. Ilyen kiszámíthatatlanok. Indexet rakjunk. Érdekel hozni, de kis buta vagyok, de itt is van. Nem sokat kellett. Menjünk. És
Ennyi volt benne? De nem sok. Hogy látom, akkor fél rendesen erre a pótkocsira cuccos. És akkor szépen ide jövünk, hát hú, de nagyon messzi kell, jobb lett volna a kombánya, ide jövök, ott beleöntöm. Segíts és segítenek, kaptam egy achievementet. Persze, simán megoldom, sikeres megbízás, és akkor itt ide bejövök a megbízásokhoz. És akkor itt van, hogy begyűjtöm, és akkor ezért kaptam én 466 eurót. Hát mondjuk még mindig jobb, mint egy hátbavágás. Nézzük itt, mik vannak. Aratás. Van egy olyan kis peckó. Bálázzunk. Ugye fene bálázzunk akkor egyet. Kértünk mindent, és akkor itt van az aktívaknál, hogy a 18-as földre kell menni. Milyen jármű ez? Szén Virtus. A Virtussal. Micsoda New Holland. Bálázó. Álljunk már rá normálisan. Legyünk már balfaszok. Így. Két egység körbeáll a hálónkon, és akkor megnézem a térképet, a 18-asra kell menni. Jó. Van ezen is villagó. Lássák, hogy jövünk. Nem itt kell majd lemenni, hanem a következőnél, mert ott jobb messze lesz arra. Ide, itt befobá, itt befordulunk, az hogy pattog a bálázó. Még nem is látod a Shame-nek, hogy milyen emblémája van. Egy tigris. Itt van ilyen figy-firigy kijelző. Ez mindent, fordulós számtól kezdve. Szerintem erre lesz. Igen, jó fele megyünk. Itt jobbra már lekapcsolom, inkább közúton kell ez. Ide. És meg is van már messzibe, látszódik, hogy ott kell bálázni. Na, így ide állunk. Lengedjük, bekapcsoljuk. És van mehet is a bálázás ezerre. Ugye oldalt látjuk. De hogy például olyan furcsán pattognak ezek a traktorok, ilyen nem is az, hogy lenne benne rugózás, hanem ilyen fix az egész. Ilyen pattogós. Milyen szép csíkokat hagytak itt nekünk. Felveszem. Igen, megtelik, ugye amikor elkezd sípolni, 94-96%, hoppá! Lát, és akkor Z betűvel kinyitom, kigurul a szép bála, visszazárjuk, és már mehetünk is tovább. Úgyhogy ez így nagyjából ennyiről szól. Megint fordulunk egyet, felemeljük. És
Kapunk egy kört. Leengedem. Még csak a bálával kell foglalkozni. Szedjük felfele a csíkokat. Na, ott van oldalt a, az a lizárd. Ott van oldalt a háló, a bála háló. ...94%-on vagyok. Valamelyet fogok tudni menni. Összecsipegetjük itt. 99... 100... Nem értem, hogy miért két sor forgót vágott. Nem baj, megpróbálom, akkor most oda-vissza megyünk. Nem sok bála lesz itt. Eddig kettőt sikerült csinálják ezen a földön. Na. Ó, már sipog. Pont 100%, nem baj, akkor hogy megfordulok, és akkor kilököm itt a bálát. Hoppá. Így. Kigurul, és már folytatjuk is tovább. A 42%-ban ezt is sikerült megcsinálni. Hát itt hogy sikerült ezt a kettős volt így? Nem baj, összeszedi. Ez a dupla sor. Ugye itt látszik is, hogy jobban telik a bálázó. Száz. Még egy bála. Itt van négy. Jaj, hajtsuk vissza, már addig nem kezdi el szedni. Ilyen nem úgy működik, hogy csak megyünk, mint az őrült. A késka. Körbálázó. Igen, egy New Holland Pro Belt 165-ös. Nem sok fogyott amúgy a hálóból. Hál' Istennek. Még elég nagyok a közök. Normálisan meg tudok fordulni. Biztos valami nagy géppel vágták, amiknek nagyobb a vágóasztala. Tudom csinálni ezt a sort? Persze, hogy nem.
Nem nagyon érzem melegnek amúgy a laptopot. Mondhatnám. A 91%-ba kész vagyunk. Megbízatások. Begyűjtjük. Kaptunk 2000. Mennyit? 2223 eurót. Az nekünk tökéletes. Na nézzük, milyen megbízatások vannak. Rohó, faszállítás. Hát a kedvenceim, nem a kedvenceim közé tartozik. Ez micsoda? Fűnyírás. Fűnyírás. Kőfelszedés. Permetezés. Ne, egy kis pici traktor. Milyen ez a fűnyírás? Meg ezt a fűnyírást elvállalom. És akkor utána ennyi lesz a mai nap folyamán. Ez a vermír. Fűkosza. És is szém. És teljár. Lesz szém ez is. És akkor hova megyünk? Várj, itt van az aktív. A 92-esre. 92-es. Azt hol van vajon? Ott a 90. Ú, jó, lefele kell menni. Na, nem baj. Kapcsoljuk a villogót. Na, és megvárod, még kijövök. És elvileg itt ezen az úton kell végigmenjünk. Aha. Utána balra és jobbra. A biomassa erőmű, ugye az előtt oda vittik a szalmát eladni. Az igen, ez 53-mal bír menni. Nézed, hogy hasít. Erre jövünk. Nagy hullámzik a ponyvája, hogy a fűnyírónak. Ugye megmutatom itt oldalt. Azért erre is gondoltak a készítők. De meg minek ez a lámpa, csak közútra kell. Akkor nem ez, hanem a másik lesz ez. Kinyitjuk. Akkor úgy lesz, hogy ide jövök. Így.
Beindítjuk. Le. Jó, hát ott, apá, hoppá. Ügyelünk arra, hogy jól vágjuk le. De úgy csinálom itt, és megcsinálom a forgót. Felemeljük. Kezd sötétedni. Így. Már 21%-ot levágtunk. Jó, tökéletes. Próbálom egy körbe vágni most, mert akkor úgy lesz. Hogy oda-vissza nem tudunk menni. Mert akkor letaposnánk a füvet. Nem is szépen mellette megyünk. Fűjük a szállásokba. Bérmunkázunk ezerrel, keressük a pénzt. És már kapcsoltam a lámpát, mert már kezd sötét lenni. Jajajaj. Néha meg az irányítást szoknom kell. Mert egy kicsit túltolom, akkor megint korrigálni kell. Visszatolatuk. Vermeer. Még nem hallottam még erről a márkáról. Biztos, hogy létezik, mert ugye olyan gépeket tesznek bele, ami a való életben is van. De még nem láttam. Hát ehhez hasonló ilyen felépítésű kaszáló gépet láttam már, de még ezt a márkát pontosan nem. Vagy a Krónak, Kronesnak, meg nem tudom még melyiknek van. Kun, igen, annak is van. Ezek inkább az ilyen vezető kaszáló márkák. Ha 44%-ban meg vagyunk, de még jó, hogy ilyen széles. Nem kell itt vele itt szórakozni. Visszatoljuk. Már fordulunk is ráfele. Így, né? Ezt hadd menjen. Nem sok van már hátra. De hogy be, de esik az eső, vagy mi? Esik az eső. Na hát már most befejezem. Esik. Jaj.
az esőbe vágjuk a füvet. Jó, hát megbízás van, most ugye elvállaltam, ha sajátom lenne, akkor nem csinálnám. Akkor befejezzük gyorsan. Akkor lehet, hogy ezt befejezem, akkor így a videó az ennyi is lesz nagyjából. Ja, hagyni kell legközelebbre is valamit. Na jó, lesz ez, nem lesz ez semmi. És akkor 94 ezer eurónk van. Oké, és felemeljük. Mi tehát nem nagyon szeretnék megvenni. Jó lenne egy-két eszközt megvásárolni, ami szükségesek, ilyen, hogy mészszóró, de akkor az egyben már akkor műtrágya szóró is lenne. Meg eke, nekem sincsen, úgyhogy azt is majd bérelni kell. Nem olyan. Mindent a maga idejébe. Jó. Most oda-vissza megyek. Na nem baj. Vágjuk csak szépen, de... Esőzés. Hogy megáll a traktoron az esővíz? Látszik a vízcseppek. Majd megállok, megmutatom. Na már 75%-ba kész vagyunk. Nem sok van már hátra. Meg szerencsé ugye, hogy csak le kell kaszálni, nem kell összeszedni, meg rendsodrózni, meg ilyenek. Az egy bohózkodnék egy csomót. Most tudom mennyit ad 1200 eurót. Majd meglátom mindjárt. Végzek. De csak. Hát nem figyelek oda egyből. Elmenne a traktor. Nem, 3500-at kapok. Oké, és V betű. Hoppá! Ezzel nem szabad túl élesen kanyarodni, mert összeakad a traktor, meg a fűkasza. Keres megbízás. Oké, iska. Meg szerencse, hogy elvégeztük a munkát. Elszóltuk a messzet is. Látszik a földön. A műtrágyát is elszóltuk. Nézzük meg a traktoron. Ez itt van, látszik rajta a víz. Itt a vízcseppek, itt jobban látszik.
Hol levás? Ó, ez milyen szép idő lett. Szeptember. Majd lesznek itt ugye megint megbízások. De már most ezzel nem fogok foglalkozni. Úgyhogy a mai videó az ennyi lenne. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Egy újabb Farming Simulator 25-ös videóban. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot. Iratkozzatok fel. És lesznek még hasonló tartalmak a csatornán. Köszönöm szépen, én AB Kensz voltam, sziasztok!